Üdvözlöm a kedves nézőket, az IKI-ben vagyunk, az Izraeli Kulturális Intézetben, ahol egy rendhagyó rendezvénynek leszünk szemtanúi. És már is kérdezem dr. Raj Ferenc rabbit, itt lesz közösségével, hogy mi is fog itt történni. Én is üdvözlöm a nézőket, és nagyon örülök, hogy egy alkalom van, hogy beszélgessünk. És természetesen ez nem csak a közösségemnek a rendezvénye, hanem ez egy új zsidó ünnep, és méghozzá a diaszpóra is Izraelnek az együttes ünnepe, és ami a legfontosabb, hogy a Beit Orim reformzsidó hitközségen kívül természetesen az Arcénu is részt vesz ebben a rendezvényben. Álljunk meg egy pillanatra, és mondjuk el nézőinknek, hogy mi is az az Arcénu. Arcénu az a reform cionistáknak az egyesülete, és ez a európai és az amerikán kívüli közösségeket hozza össze. Tehát azt akarja mondani a rabbi úr, hogy már a cionistáknak is van reform szervezete? Reform cionisták? Nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy mi reformzsidók is cionisták vagyunk, és természetesen, mint ahogy vannak különböző részei a cionista mozgalomnak, így a reformzsidók is egy bizonyos csoportot alakítanak, de tulajdonképpen az a fontos, amiben egyetértünk, és nem az, amiben nem értünk egyet. Tehát a főrabbi úr azt mondja, hogy Arcénu a mi hazánk, ez ha magyarra fordítanánk. Így van. A reformzsidók cionista szövetségének a gyűjtőneve. Amerikán kívül, ahol Arcának hívják. Ami nagyon érdekes, mert ez egy rövidítés, American Reformed Zionists of America, de Arcának is van egy jelentése az ország felé, tehát hogy Izrael felé próbálunk közeledni minél jobban. Mint ahogy például Amerikában a híres amerikai jogász Brandeis, aki különben a legfelsőbb bíró is volt az Egyesült Államokban, mondta, hogy minél nagyobb cionista vagyok, annál jobb amerikai is vagyok. És én ezt mondanám talán Magyarországon is lehet mondani. Bár az amerikai elnök jelöltek is hallanák, amit most mond. Főrabbi úr, ön nem úgy született, mint egy reform rabbi, és nem mind az Arcénunak a tagja. Ha beszélne a gyerekkoráról, a testvéréről, a szüleikről, akik behóvett tisztességes neológ zsidók voltak, ha Isten ne adj, nem ortodox zsidók. Nem számít az, hogy milyen jelzőt használunk. Elég baj volt az, amikor különbséget tettek zsidók és nem zsidók között, és szerintem egy nagyobb bűn különbséget tenni zsidók és zsidók között. Nem számít az, hiszen Hitler sem különböztetett meg reformzsidókat, meg ortodox zsidókat. Sajnálatos módon ugyanaz lett a sorsuk mindegyiküknek. Tehát én azt mondom, hogy én otthonra találtam a reformzsidóságban, mint ahogy Shlomo Carlebachnak a lánya, Neshama Carlebach otthonra talált a reformzsidóságban. Azt mondnám, hogy az én unokáim hogyan fognak élni, nem lehet tudni. Seiber igazgató úr, akinek én voltam nagyon kedves tanítványa, ő is otthonra talált a reformzsidóságban. Amikor az Egyesült Államokban volt, akkor a legtöbb időt a Hebrew Union College-ban töltötte, ami a reform szeminárium. Az ön testvére viszont egy neológ rabbi volt. Ön is ugyanazon az országos rabbi képző intézetben végzett, ahol testvére, vagy ahol sok világhírű magyar rabbi? Ez mind igaz, és nem csak az, hanem most márciusban először az Egyesült Államokban fognak engemet ünnepelni, mert ebben az évben fogom ünnepelni az 50. évfordulóját annak, hogy rabbivá avattak. És ma éppen beszéltem a Schöner rektor úrral, és ő is mondta, hogy itt Magyarországon is meg fognak erről emlékezni. Tehát én büszke vagyok arra, hogy a
Országos Rabbi Képző Intézet, ez volt a hivatalos neve akkor, amikor én végeztem, hogy annak vagyok a végzettje. Aztán, hogy én reform zsidó hitközségeket vezettem egy ideig, életem nagyobb részében, ez nem jelent semmit, mert tulajdonképpen a zsidóságot szolgáltam, és legyünk őszintén, Magyarországon a különböző irányzatoknak a tagjai, azok között alig van különbség. Vannak olyanok, akik hozzánk járnak, de ugyanakkor járnak az ortodoxokhoz is. Szóval nagyon-nagyon sok a probléma. Azt mondja el nekem, Rabbi úr, maga választhatott volna egy igazi, ahogy szokták mondani a színházakra, kőszínházat, egy szép nagy zsinagógát. Nem kéne valamelyik zsidó szervezet, kulturális szervezetnél vendég szerepelnie péntek esténként. Maga mégsem egy dohány, egy hegedűst vagy egy nagyforrost választott, vagy sorolhatnám Budapest bármelyik zsinagógáját, hisz egy ilyen nagy tudású, 50 éve pályán lévő rabbi Magyarországon azt a zsinagógát tudja megkapni, amelyiket akarja, amelyik felszabadul. Ön mégis valami mást választott, ön mégis közösséget épített. Mi ennek az oka? Mi hajtja önt? Ez egy megszállottság, és az igazság az, hogy én az Egyesült Államokban több közösséget szolgáltam, és ahogy mondják, I don't need fame and fortune, tehát tulajdonképpen én, amit lehetett, azt elértem, és amikor emeritus rabbi lettem, én Amerikának egy nagyon kiváló közösségének, a Berkeley közösségének voltam a rabbia, egy új zsinagógát, 30 ezer square feet, tehát kb. 3 ezer négyzetméter nagy zsinagógát építettünk, tehát nem volt szükségem hírnévre. Visszajár még ebbe a zsinagógába, amikor otthon van Amerikában? Persze, hát a emeritus rabbi az azt jelenti, hogy ha megnézed a mi közösségű weblapunkat, akkor ott van az én nevem, és ott van leírva, hogy mi az, ami történt az én rabbiságom alatt, tehát milyen ez nagyon fontos. Ugyanott imádkozni, ahol egyszer ön volt a vezető rabbi, most emeritus rabbinak lenni? Nagyon jó, amikor jövök, akkor mindenki nagy örömmel üdvözöl engemet, és most már van 1, 2, 3, 4 rabbi is ugyanabban a zsinagógában, és mind a négyen nagyon szeretnek engemet, mint ahogy én is szeretem őket. Akkor most nézzük, hogy ezen a mai napon a Diaszpora Day, a Diaszpora napján miért is találták ki, miért is kezdjük ünnepelni ezt a napot? Ezt el fogom majd mondani, de röviden összefoglalva, szükségünk van egy új ünnepre. És ez az új ünnep... Egy újabb alkalom, amikor megint eszünk? Nem, egy újabb alkalom, amikor végre boldogok lehetünk, mert a zsidó ünnepeknek a nagy részén szomorkodunk, és szeretném azt látni, hogy vígasság és öröm legyen. Hát Simhat Tórakor. Hát nem, az nem Simhat Tórakor. Nem Simhat Tórakor, de én ismerem a magyar zsidóságot, és a magyar zsidóságnak a nagy része az akkor jön a zsinagógában, amikor maszkír van, amit nálunk iszkornak mondnak, amikor emlékezünk ugye a szeretteinkre, és a legtöbben a mártír ünnepségekre mennek, de mindegy, a dolognak a lényege az, hogy ez egy új ünnep, és szerintem szükség van arra, hogy összehozzuk a diaszporát és Izraelt, mert sajnálatos módon az utóbbi években, nem csak Amerikában, de a világon mindenütt, főleg a fiataloknak a kapcsolata Izraellel nem olyan erős. Annak ellenére, hogy vannak ezek a programok, hogy ingyen mehetnek Izraelbe, de nagyon sokan elmennek ingyen Izraelbe, és utána semmit sem akarnak tenni a zsidóságért. És ez nem jó. Tehát, ez gondolom egy nemzetközi probléma, nem csak igen, a magyar ez egy nem, én nem is a magyar zsidóságról beszéltem, ez egy nemzetközi probléma, és nekünk, rabbiknak az a feladatunk, hogy közelebb hozzuk a zsidóságot Izraelhez, és közelebb hozzuk Izraelt a diaszpora zsidóságához. Ha jól emlékszem, Sadia Gaon, és hát természetesen te ismered a filozófiát, zsidó filozófiát, ez a híres filozófus mondta, hogy a diaszpora
nem tudna létezni Izrael nélkül, és Izrael nem tud létezni a diaszpora nélkül. És hála az örökkévalónak, most már a mai izraeli vezetőség is azt mondja, hogy egy zsidónak ott kell élnie, ahol meg tud élni, ahol pár noszéja van neki, és ők is azt mondják, hogy a diaszporára ugyanolyan szükség van, mint Izraelre, nem mint régen, tehát egy nagy változás történt az izraeli vezetésben is. Mégis mit tud tenni az ön közössége, az ön reform közössége Izrael államért, azon kívül, hogy péntek este imádkoznak érte, mert ha jók az információim, önök Izraelért, az izraeli hadseregért és Izrael népéért is imádkoznak, nem úgy, mint egyes ortodox közössége. Hát sok mindent lehet tenni. Először is, ami a legfontosabb, hogy segítsük Izraelt, és ezt lehet pénzzel is, és munkával. Többen a mi közösségünkből elmentek Izraelbe, és ott szolgálták Izrael államát. Sajnos egy nagyon fiatal tagunk, 40 éves volt, hirtelen meghalt, de ő is többször volt Izraelben, és segítette Izrael államát saját munkájával. De az imádkozáson kívül kultúrrendezvények, kapcsolatok, izraeli színészeknek a meghívása, izraeli táncosoknak a meghívása, sok mindent lehet tenni. És a legfontosabb az lenne, hogyha minden közösség részt venne ebben. Félre ne értse, Rabbi úr, következő kérdésemet már előre próbálom kaserolni magam, de onnét mérettetik meg egy közösség, ha megkérdezem a rabbit, hogy az elmúlt 3 évben hány esküvőjük volt? Hát esküvőnk volt több, lehetett körülbelül egy olyan, az elmúlt 3 évben, mindjárt úgy gondolkozok, olyan 10-12 esküvő volt, nem úgy, mint Berkeley-ben. Berkeley-ben például egy évben 70 bárbat micva van. Na ezt nem lehet elvárni a magyar közösségtől, mert azt hiszem, hogy összesen a magyar közösségben nincsen 70 bár micva. Akkor már is kérdezném, hogy ha már esküvőkről beszéltünk, hogy brit vagy britá volt-e? Az is volt, és sok névadás, mert hát nagyon sok a lány mostan, nem tudom mi van, úgy látszik, hogy ez lány szezon van, és legalább ugyanannyi 10-15 gyereknek is adtunk nevet, illetve ahol fiúk voltak, ott volt brit is, de az igazság az, hogy esküvők is, ahogy említettük, voltak, hála Istennek kevés temetés. Látjuk-e majd a reform közösségnek a zsidó unokáit is? Persze, természetesen. Természetesen. Van egy olyan meghatározás, ki a zsidó, akinek az unokái zsidók. Főrabbi úr, ön itt ezen a tájon született, itt végezte el rabbi tanulmányait, úgyhogy önt reformrabbiság ide vagy oda, önt rabbinak tekintik. Mégis ha pár szóval elmondaná, hogy milyenek kapcsolatai, mint reformrabbinak a magyarországi zsidó közösségekkel. Próbálunk kapcsolatokat teremteni, és hála Istennek kollégáim nagyon kedvesek, többet ismerek még, ahogy mondják, nem akarom ezt a kifejezni, hogy szilva fakorukból, de hát amikor fiatalok voltak, többen jöttek az én zsinagógámban, hiszen én voltam Újpestnek és Zuglónak a rabbija, és nagyon sok szeretettel közeledünk egymáshoz. Nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hiszen valamilyen oknál fogva Magyarországon a reformzsidóság nem annyira népszerű a neológ rabbiknak a körében. Én ezt megpróbálom megváltoztatni, és remélem sikerrel fogok járni. Előbb-utóbb. Milyen kapcsolatokat tart fönn a magyarországi ortodox közösséggel? Az ortodox elnökkel egyszer-kétszer találkoztam, de ő el is magyarázta nekem, hogy hát neki a kezei kötve vannak, hiszen ő egy olyan közösséget szolgál, ahol a Hatam Szófér volt a rabi,
és én nagyon tisztelem a Hatam Szófért, állítólag a családnak van valami kapcsolata, rokon kapcsolata a Hatam Szóférhoz, és a probléma az, hogy ő nem tud közeledni felénk. Az ő kezei, ahogy mondta, meg vannak kötve. Akkor még két utolsó kérdést, hisz nem hagyhatom futni anélkül, hogy beszéljünk egy másik reformközösségről, ami önből hasadt ki. Nem tőlünk hasadt ki, fordítva történt a dolog, hanem a Szimsalomnak egyes tagjai alapították a Bét Orim közösséget, de ha most megnézzük a tagjainknak a névsorát, a legtöbbjük azoknak semmi közük nem volt a másik közösséghez is. Én szerintem nagyon jó, hogyha van két különböző közösség, ugyan mind a ketten reform közösségek vagyunk, de mégis lehetőség van az emberek számára a különböző gyakorlatoknak megfelelően választani, mint ahogy nincsen egyfajta neológ zsidóság sem, hiszen a különböző neológ zsinagógák között majdnem olyan nagy különbség van, mint Makkó és Jeruzsálem között. Nem lehet egy rabbival interjút készíteni, aki életének nagy részét az Amerikai Egyesült Államokban tölti el, és talán nap-nap találkozik a Lubovicsi Haszid mozgalom tagjaival. Ők itt vannak Magyarországon is. Milyen velük a kapcsolatuk? Amerikában remek a kapcsolat. Az igazság az, hogy nem találkozunk olyan sokat, hiszen ahol én élek, ottan van egy Chabad közösség, és én nagy tisztelettel adózom a ottani rabinak, kiváló ember, és mint ahogy itt is elismerem, hogy a Oberländer rabbi úr az egy kiváló tudós, hiszen én judaikával is foglalkozom, hát hiszen a Brandeis Egyetemen tanultam, ahol a fokozatom, a PhD-m az a Jewish Studies-ből van, és itt is, ha találkozunk az utcán, nagy örömmel üdvözöljük egymást, de külön kapcsolat nincs a reform zsidóság és a Chabad között. Gondolom, ha az utcán találkozik a katolikus egyház főpapjával, azzal is megsüvegelik egymást. Rabbi úr, erre a mai különleges napra, amikor is a Diaszpora Day-t egy új örömünnepet hoznak létre, vagy meghívták-e a hívjuk testvér zsidó közösségek képviselőjét is? Én nem szerveztem ezt, ez az Arcénúnak tulajdonképpen a szervezése volt, és az Arcénúnak szüksége volt egy közösségre, egy hitközségre, és mivel a szervezők a Bét Orim tagjai, tehát a Bét Orimot választották, de tudomásom szerint igen, meghívták, sőt, tudomásom szerint a Heisler elnök úr az egy személyes meghívást is kapott a szervezőktől, és én úgy tudom, hogy a többieket is meghívták. Főrabbi úr, arra kérem, hogy nézzen a kamerákba, látják őt határon innen s határon túl, szerte a földkerekségen a zsidók és nem zsidók egyaránt nézik ezt a televíziót. Három tömondatban, ha üzenne nekik, hogy ünnepeljék a Diaszpora Day-t, és mi kell ahhoz, hogy boldog, egészséges, lelkileg is egészséges emberek legyenek? Én azt szeretném üzenni, hogy mindenki szeresse a hagyományt, de ugyanakkor a hagyományra építve próbáljon egy jobb jövőt teremteni. Ez a mi feladatunk, és a kicsit a költőt félig meddig idézve, és nem is kevés. Köszönöm.